Sziasztok! Az eheti könyvajánlóval is úgymond a jelenlegi helyzetre szeretnék reflektálni, illetve abból kiindulva jött ez az ötlet, hogy ezt a könyvet hozzam nektek. Én úgy gondolom, hogy a mostani idézőjelbe extra időt bármi miatt is alakult így, de arra is kaptuk, hogy elkezdjünk egy kicsit önmagunk felé jobban fordulni, elindulni akár egy önismereti úton, aminek lehet személyiségfejlődés is a hozadéka, és ezzel kapcsolatos könyvet hoztam most nektek. Magát a könyvet a szerzők kifejezetten nőknek írták, viszont a benne levő gyakorlatok, illetve alapelvek miatt én bárkinek és mindenkinek jó szívvel ajánlom. Férfiaknak itt megjegyezném, hogy ha utaztok és utazás közben vennétek a kezetekbe, akkor be lehet kötni azt a könyvet, tehát nem lesz ciki. Ha pedig otthon olvassátok, vagy elcsenitek a párotoktól, akkor úgy se látja senki. Ez pedig a Mi Nők című könyv. Ez egy olyan könyv, ami összeköti a spiritualitást, a politikát, illetve a pszichológiát, mert a szerzői azt vallják, hogy tartós és fenntartható változáshoz ezzel a három területtel érdemes egyszerre foglalkozni, és azoknak írták ezt a könyvet, akik gyakorlati útmutatókon keresztül szeretnének boldogságot elérni, illetve célokat keresnek, tehát én azt gondolom, hogy szinte mindannyiunknak. Ez a könyv nagyon nagy erőt tud adni, mégpedig azért, mert úgy van fölépítve, hogy elindul négy gyakorlati elemen keresztül, illetve gyakorlati feladaton keresztül, amikről egyébként én is korábban sokat beszéltem nektek, hogy ezeket az elemeket érdemes napi szinten beilleszteni az életünkbe, a mindennapokba, rutin szintjén, és ilyen gyakorlatok a hála, a felelősség, a kedvesség és a meditáció. És ahogy ezen a gyakorlati részen átvisznek minket, utána kezdenek el részleteiben mesélni azokról az alapelvekről, amik akár egy személyiségfejlődéshez, akár célok kereséséhez elengedhetetlen. És ilyen alapelv többek között, mind a kilencet nem fogom nektek most felsorolni, de ilyen alapelv például a bátorság, az őszintesség, a szeretet és az alázat. És én azt gondolom, hogy ha csak ezeket nézzük, ezekre is nagy szükség van a mindennapokban, most pedig kifejezetten, és még ezen kívül is tárgyalnak alapelveket. És képzeljétek el, ami miatt én ezt a könyvet megvettem és nagyon megtetszett, az az volt, hogy minden egyes fejezet végén megerősítő mondatokkal engednek minket az utunkra, illetve a következő fejezetre, és én nekem ez azért volt szimpatikus, mert ezek a megerősítő mondatok egy olyan pozitív gondolkodású pályán tudnak minket tartani, mert ha azt veszed, hogy bejön egy ilyen kis ördögi gondolat, vagy éppen jönne egy olyan mondat, amit te megszoktál és rutinból mondasz magadban, és ott van és elviszi a fókuszt, akkor van egy eszközöd, egy megerősítő mondatod, amivel vissza tudsz erre a pályára térni, és nem tudnak eltéríteni sem gondolati szinten, sem egyéb szinten arról a területről, amiben mondjuk te fejlődni szeretnél, vagy célt szeretnél elérni. Úgyhogy én javaslom nektek ennek a könyvnek az elolvasását tényleg nemtől függetlenül, és próbáljátok meg ezt a megváltozott időszakot, és tényleg ezt az idézőjelbe extra időt ilyen szinten is kihasználni, és önmagatok felé még jobban fordulni, hiszen ez hosszú távon nagyon kifizetődő lesz. Tehát még egyszer mutatom, mi nők, de nem csak nőknek, olvassátok szeretettel, és töltsétek tartalmasan ezeket a plusz esti órákat, amiket úgymond most megkaptunk. Legyen szép estétek, sziasztok!